Az autó a közlekedés egyszerű eszköze, de ennél gyakran több. Melyik kisfiú nem rajong az autókért? Hányszor mondják a nagymamának séta közben a szembe jövő autó márkáját, gyakran a motor teljesítményét is? És hányszor mondják azt az óvodában, hogy ha nagy leszek, autószerelő leszek? A modern autók története, melyeket már belső égésű motorok hajtottak és nagybajuszos kalapos emberek ültek a volánnál, több mint 100 éve kezdődött. Akkor már a szédületes 20, esetleg 30 kilométeres sebességet is elérték néha. A korabeli autóversenyeken aztán hamar túl is haladták ezt. Ennél a cégnél már 10 éve vagyok, a szakmában viszont több mint 25 éve. Amikor kezdtem annó ezt a szakmát, akkor még ugye nem volt ennyi elektronika, nem volt ennyi fejlesztés, mint mostanában. Mostanában rengeteg elektronika kerül az autóba, vagyis azt jelenti, hogy 20-30 komputer is van az autóban, ezek egymás között kommunikálnak, és ezt kell megtanálnunk, ez az érdekessége. Az autószerelő feladatai igen sokrétűek, mint ahogy az autó maga is igen bonyolult szerkezet lett az évtizedek során. De a modern autók is rendszeres karbantartásra szorulnak, a kopó alkatrészeket cserélni kell. Minden gépjármű típushoz létezik egy leírás az időszaki kötelező karbantartásokról, az olajcsere periódusról. Sőt, adott típuson belül is létezhetnek eltérések. Az autószerelő ezeket biztonsággal kell, hogy kezelje, ismernie kell a különböző gyártók leírásait és katalógusait. A jó szakember régen csak ránézett az autóra, meghallgatta a motor hangját és felállított egy lehetséges diagnózist. Az ilyen jellegű tudásnak, mely a gyakorlattal alakul ki, ma is szerepe van, de a korszerű számítógépes diagnosztikai berendezések egzaktabb választ adnak a felmerülő kérdésekre. Ezen eszközök használata, a vizsgálati eredmény értékelése az autószerelő dolga. Mint ahogy a megoldást is neki kell megtalálnia a problémára, a lehető leghatékonyabb és legbiztonságosabb módon, legyen az javítás vagy egy adott alkatrész cseréje. A műszaki vizsgára is az autószerelő készíti fel a járművet. Ma már minden elvégzett munkát dokumentálni kell, ezek segítségével kereshető vissza, hogy egy-egy jármű milyen beavatkozásokon esett át az évek során. A beépítendő alkatrészek kínálatának bősége is nehéz kérdés elé állíthatja az autószerelőt. Eredeti gyári vagy úgynevezett utángyártott alkatrészt használjon-e a javításhoz. Minden ilyen esetben konzultálni kell a megrendelővel. Szempont lehet az ár is, de ennél fontosabb a biztonság. Csak olyan alkatrész építhető be, mely nem okoz balesetveszélyt. Ez a szakma nekem egészen kölyökkorom óta érdekelt, mert mindig is szerettem az autókat, tetszettek, foglalkoztattak a dolgok. Aztán, ahogy egyre idősebb lettem, akkor jöttek be ezek a filmek is, igazából ezek a tuningolt autók, stb. Akkor még jobban megtetszett, és úgy gondoltam, hogy ez az, amiben én szeretnék foglalkozni, szeretnék egész életembe csinálni. Azért is tetszik ez, mert látok sok, rengeteg olyan idősebb, korosabb gépjárművet az utakon, amin látszik, hogy nem felelnek igazából meg a közlekedési elvárásoknak. És jól is az, amikor bejön egy autó hibával, problémával, akkor azt föltárni, megcsinálni és úgy adni vissza az ügyfélnek, hogy igenis az autó 100%-osan biztonságos. Azért ajánlom, mert szerintem jó az autó közelében lenni, és tényleg amikor az van, hogy elmegy valahova az ember a saját autójával, vagy esetleg az ismerős, és akkor tényleg tudja azt róla, hogy ez egy olyan autó, amivel biztonságosan közlekedhetnek, nem lesz vele semmi probléma. Valamint rengeteg szakmai kihívás is van, mert nem feltétlenül konkrét hibákkal, problémákkal jönnek be az ügyfelek, mert ugye ők laikusak, ők úgy nem ismerik a gépjárművet, hanem elmondják, mit tapasztalnak, és azt nekünk ugyanúgy meg kell hallgatni a gépjárművön menet közben, és utána azt nekünk ki kell találni, hogy mi lehet ott a hiba forrása. Az autószerelő hagyományos kézi eszközöket is használ, csavarhúzó, csavarkulcsokat, kalapácsot és fogót. Vannak speciális célszerszámok, melyeket ugyanolyan biztonsággal kell kezelnie. Ezek mellett a diagnosztikai műszerek egyre jelentősebb szerepet játszanak. A rendszeres továbbképzések célja részben éppen az új eszközök, szerszámok használatának elsajátítása. A mai kor fiatalok azt mondják, hogy hát ez olajos szakma, ne válaszom ezt a szakmát, mivel koszolom magam, nem jövedelmező. Tévednek, ez a szakma, ez érdekes, nap mint nap fejlődik, és nem csak alkatrészcserélők vagyunk végül ebben a szakmában, hanem diagnosztizálunk, vagyis megkeresünk a hibákat. Vagyis egy kipufogógáz analizálásban is kiderül egy csomó minden a motor működéséből.
rendellenességeket így lehet végül is meghatározni, és ez a lényege az egésznek. Az autószerelő munkája sokféle kompetenciát, képességet igényel. Ez egy olyan szakma, amiben az embernek egész élete során fejlesztenie kell magát, ugyanis jönnek az egyre újabb technológiák, ugye a hibrid autók, elektromos rendszerek, és ezekhez nem lehet úgy hozzányúlni, hogy nincs meg a kellő képzettsége. Kézügyesség, kreativitás, problémamegoldási képesség, térbeli gondolkodás, ezek mind a jó autószerelő sajátosságai. Az autószerelő munkájának nagy részét épületen belül, a műhelyben végzi, az esetek nagy részében egy, esetleg két műszakban. De sokszor adódik olyan helyzet, amikor a szabad ég alatt esetleg kedvezőtlen viszonyok között kell helytálnia. Fontos, hogy jó kapcsolatot tartson a rokon szakmák képviselőivel, az autóvillamossági szerelővel vagy a karosszéria lakatossal. A munka összetett, sokszor álló, térdelő, guggoló testhelyzetben végzett közepesen nehéz fizikai munkának számít, emellett kitartást és figyelmet igényel. Egészségre ártalmas lehet a gépműhelyek állandó zajterhelése, balesetveszélyes lehet a motorokkal való folyamatos munka, és figyelmet igényel a veszélyes anyagokkal való bánásmód is. A szabályok betartásával azonban a balesetek esélye a minimálisra csökkenthető. Az autószerelő szakma gyakorlásához a kéz, kar, ujjak megfelelő használata, a jó látás, teljes látótér és térlátás, valamint épp hallás szükséges. A munkavégzés elsősorban a mozgásszerveket terheli. Megfelelő védőeszközök alkalmazásával bizonyos részfeladatokat hallássérültek is végezhetnek. Az autószerelő szakképzésre sikeres érettségi vizsga után lehet jelentkezni. Mivel a munka igen fejlett kézügyességet, precizitást, műszaki érzéket igényel, mindenképpen műszaki érdeklődésűeknek ajánlott. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges hozzá. A képzés elvégezhető szakközépiskolában és felnőtt képzés keretei között egyaránt. Ennek végén minden hallgató emelt szintű szakképesítést kap, amely alkalmassá teszi az autószerelő mellett autóbusz és teherautószerelő munkakörök betöltésére is. Rokon szakmaként az autófényezőt és a karosszéria lakatost említhetjük. Egy autószerelő indíthat saját vállalkozást, vagy dolgozhat alkalmazottként. Ezen szakmában elhelyezkedők fizetése a statisztikai adatok alapján átlagosan bruttó 160-200 ezer forint között mozog. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.